Jelenleg is dolgoznak a munkagépek Milota határában. A régi árvízvédelmi töltést bontják a szakemberek. Egy közel 36 milliárd forintos beruházásnak ugyanis része egy új, magasabb töltés kialakítása. Egy komplex vízkár elhárítási és vízgazdálkodási fejlesztés megvalósítása és a Tisza túrvíztározó megépítése. Ez utóbbi szinte teljesen elkészült, több mint 40 millió köbméter víz tározható benne, és már átesett a vízzárósági teszten is. Tudnunk kell, hogy milyen a vízzárása, ennek kiváló, azt lehet mondani, tehát a gumitömítések, az illesztések, azok mind a beton felület kialakítások azt mutatják, hogy egy vízterhelésnél 5-6 méteres is lehet. Ezt tudni kell. Nem nulla a vízátbocsátása olyankor, hiszen valamennyi megengedett, de azon belül is, annak a 10%-a körülbelül, hogy még annyi sincs, amit produkált. Tehát ez már elkészült, és egy leendő árvíznél, ami bármikor jöhet, ez ellen tud majd állni. A tervezett létesítmények komplex vízgazdálkodást tesznek lehetővé. Így nem csak a víz többlet kezelését, hanem a vízhiányos időszakok csökkentését is segíteni fogják. A kisvízi időszakban a vízpótlást a Tiszánál szivattyútelep fogja biztosítani. Ehhez 150 kW-os napelemparkot építenek ki majd a közelben. A töltés bár most még csak föld, jövőre aszfalt burkolatot is kap, amely támogatja az érintett települések turisztikai fejlesztéseit is. Itt az a 25 km töltés, ami megépül a túl jobbpadi töltésével együtt a projektben, ez mind kap aszfalt burkolatot, és így a korábban 19-ben megépült Tisza balparti töltés, itt Magosligettől a Batárt is beleértve gyakorlatilag a túrhídig. Itt kerékpározható lesz. A túron el tudunk jutni, és a Batáron keresztül akár túlterebesig is kerékpárral. És ha valaki eldöcög Kisarig, akkor ott a Beregbe is át tud menni a hídon. A következő projektben, ami ugye előkészítés alatt van, a túrhídtól éppen Nagyarig, ameddig kész van már a töltésünk, ott is meg lesz magasítva, meg lesz erősítve, aszfaltburkolatot fog az is kapni. Tehát ilyen szempontból nagyon kedvező lesz a térség. A beruházással a vízrendszer teljes rekonstrukciója, a csatornahálózat medertisztítása és iszapolása is megtörténik közel 50 km hosszban, az érintett zsilipek, átereszek felújításával, átépítésével együtt. A létesítmények működtetéséhez helyi védelmi központra is szükség van, így a projekt keretében Tiszakóródon új gátőrház, Tiszabecsen pedig árvízvédelmi raktár épül.